világ egyik legismertebb és legveszélyesebb repülőtere. Rövid futópálya, szűkös forgalmi előtér, óriás gépek. Karib-tenger, Saint Martin-sziget, Princess Juliana reptér. A repülőgép rajongók első számú zarándok helye, de minden turista útba ejti a pálya küszöb tövében található strandot, ahol pár méteres magasságon húznak el a járatok. Saint Martin a Kis-Antillák része, Puerto Ricótól nagyjából 300 kilométerre emelkedik ki a Karib-tengerből. Területe alig 90 négyzetkilométer. Az 1600-as évek óta Hollandia és Franciaország osztozik rajta. A déli terület a Holland Királyság része, míg az északi Franciaországé. A szigetet 80 ezren lakják, de évente sok százezer turista fordul meg itt. A paradicsomi sziget egyik első számú látnivalója pedig maga a repülőtér, ahol csak a legrutinosabb pilóták landolhatnak. Ez a repülőtér azért nagyon híres, mert a repülőtéri pálya és a tengerparton lévő strand között van a kerítés, és semmi más. Tehát tulajdonképpen a tengerparti strand a pályától körülbelül 30 méternyire található, van egy körülbelül 20 méter széles strandszakasz, aztán van egy nagyon keskeny autóút, egy országút szerűség, de abból is igazából csak egy sáv járható, és már is ott van a repülőtér kerítése. Na most ez a repülő rajongókat a világ minden tájékáról vonza, mert azért az nem akármilyen érzés, amikor körülbelül 20 méterre az ember feje fölött száll le a 747-es Jumbo. Hát most már a Jumbo nem száll le, körülbelül 2 éve volt az utolsó járat, azóta Airbus A330-osokkal teljesíti ezeket a járatokat a KLM. 2016. októberében tömegek zarándokoltak a sziget repülőterére, hogy lássák az utolsó Jumbót landolni és felszállni. A KLM fedélzeti videót is közzétett a földetérésről, az induló 747-es pedig a repülőtéri hagyományok szerint vízsugárral búcsúztatták a helyi tűzoltók. A széles törzsű gépek közül azóta az Airbus A330-as és 340-es a leggyakoribb látvány a szigeten, de olykor-olykor előfordul egy-egy tripla 7-es is. Nem csak az érkező gépek nyújtotta élmény vonza a látogatókat a repülőtér kerítéséhez. Amikor a repülőgép ráfordul a pályára, megkapván a felszállási engedélyt, a pilóták rátolják a gázkarokat a felszálló teljesítményre, akkor meg is várják a fékoldással a felszálló teljesítmény fölpörgését, és egy elég komoly hegy van a pályán túl. Úgyhogy nagyon komolyan kell emelkedniük a repülőgépeknek, tehát irdatlan nagy tolósugár terhelés nehezedik a repülőgép mögötti, mondjuk, hogy 100-150 méterre. Ferihegyen is a repülőtéren előírja azt, hogy mi nem gurulhatunk át egy éppen gurulni készülő, vagy éppen guruló repülőgép mögött mondjuk 150 méteren belül, hiszen kárt okozhatna a mi autóbuszainkban is a tolósugár. Lényeg az, hogy ott elképesztő levegő áramlás történik, nagyon nagy sebességű és nagyon erős, és akkor ott a turisták fölkapaszkodnak a kerítésre, és azon játszódnak, hogy ki bírja tovább tartani magát, és ki az, aki utoljára lök le a kerítésről a légáramlás, és hát sajnos ez okozott már halálos balesetet. Sajnos egy videó is terjeng az interneten, ahol látszik, hogy egy új-zélandi fiatal nőt a levegőbe repíti, és úgy vágja földhöz, hogy pont a járdaszegébe verte be a fejét, és hát életét is vesztette. Az érkező gépek nem okoznak ilyen fajta veszélyt, az csak örömet és élvezetet jelent, az induló gépeknél viszont ezt nagyon sokkal szigorúbban kéne venni. Úgy tudom, hogy azóta meg is szigorították a turistáknak ezt a jelenlétét, tehát biztos, hogy most már erre jobban vigyáznak. Princess Juliana futópályájának hossza nem éri el a 2,5 kilométert. Keleti végétől nem messze egy 400 méter magas hegy emelkedik. Az eljárás szerint az induló gépeknek a felszállás után szinte azonnal ki kell fordulniuk dél felé. Landolni csak a tenger felől lehet, a felszálláshoz viszont a széltől függően mindkét pályairány használható. A repülőtér éves utasforgalma meghaladja a 1,5 millió főt, az extrém körülmények ellenére eddig 3 baleset történt a szigeten. Ez is egy második világháborús katonai bázisként indult.
és hát a turista áradat miatt többször bővítettek rajta. Másfél éve volt egy nagyon súlyos hurikán, ami az akkor egészen modern, frissen modernizált terminál tetejét is letépte, utasidakat is ott összegubancolta, tehát a hurikán nagy károkat okozott. A hurikánok következtében egyébként volt egy újabb jumbo repülés, ami már nem menetrend szerint és utasjárat volt, hanem segélyszállítmány okán látogatott el erre a repülőtérre újra a jumbo. Tehát egy nagyon szűk repülőtérről van szó, kicsi a távolság a pálya körül. Nagyon érdekes módon tervezték meg ennek a forgalmi előtérét is ott a fordulási sugarakkal. Ugye a repülőgépek azért tudnak szinte egy helyben megfordulni, amikor gurulnak, mert az orrfutójuk nagyon nagy szögben, ilyen közel 90 fokos szögbet éríthető ki. És ennek következtében egészen érdekes módon úgy tűnik, mintha tolnák hátra a törzsük végét, holott csak az eleje fordul szinte a főfutók által kijelölt középpont körül. És ugye emiatt van az, a szűk hely miatt, hogy nincs végig guruló út a pálya mellett. Hát annak idején, amikor a KLM-nek a jumbói jártak, az úgy elég látványos volt, amikor a pálya túlsó végén backtrackeltek, 180 fokos fordulót kellett tenni. Tehát ez a backtracking, ez azt jelenti, hogy a repülőgép magán a pályán megfordul, és aztán gurulótnak használva visszaballag a pályán addig, amíg egy valódi gurulóton el tudja hagyni a pályát a forgalmi előtér felé. Szent Márton repterén nem tartozik a legjobban felszereltek közé, nincs például irányság és siklópályaadó, emiatt robotpilótával sem lehet landolni a szigeten. A pálya megközelítése során már vizuális látás szerinti repülést kell alkalmaznak a pilóták, nincs ILS, nincs bevezető fénysor, hiszen bent lenne az egész a vízbe. Nem is működik egyébként a repülőtér éjszaka, tehát ez csak nappali látási, jó látási körülmények között tud repülőképeket fogadni és indítani. Princess Juliana olyannyira népszerű, hogy a repülőtéren elhelyeztek egy folyamatos élőképet adó kamerát, de ugyanilyen kamera működik az egyik, Mahu Beach szélén található bárban is, amelynek az a különlegessége, hogy minden reggel egy szörfdeszkára írják fel az érkező járatok menetrendjét. Hasonló repülőtérrel Európában is találkozhatunk. A második Szent Mártennek szokás nevezni a görög Skiathost, ahol az érdeklődők majdnem ugyanolyan közel kerülhetnek az indulógépekhez, mint a Karibi-szigeten. Somogyi Tóth Gábor egyik nagy kedvence azonban egy skandináv repülőtér volt. 30 évvel ezelőtt az oszlói Thor nevű repülőtér is ilyen volt. Ott persze csónakkal kellett bemenni a bevezető fénysor oszlopai közé, amit én többször megtettem. Akkoriban másfél évig ott dolgoztam repülőtértervezőként az új oszlói repülőtértervezésén, de a régi működött, úgyhogy akkor a családi esti program az volt, hogy beültünk a csónakba és mentünk repülőt lesni a bevezető fénysor oszlopai között, még akár este 10-kor is, mert 11-kor még fönt volt a nap.